Éppen Borzonton vagyunk, Gyergyószent Miklósról indultunk Parajd fele, és a Görgényi hegyeken, a Bucsin tetőn keresztül megyünk ugye Parajd fele. Megnézzük, hogy mekkora a hó fent, ugye azon a 1200 méter körüli hágónál. Hát amit látjátok, a ég bolt, ugye a felhők ilyen vöröses, rózsaszínes látványt nyújtanak. Lehet innen lentről látni, hogy van hó a hegyekbe. Hát majd közelebb érünk, és akkor meglátjuk, hogy mennyi lesz a hó. Tartsatok velünk ebben a kis filmünkben, és ne felejtsetek el ide feliratkozni a YouTube csatornánkra. Hát a Baric kanyar után egy kilométerrel azért már lehet látni, hogy az út szélén megállt a hó, meg a egy-két fát is lehet látni. Itt a mező is jobbra, és fákon is ugye van azért egy kis hó. Na de menjünk tovább, aztán nézzük meg, hogy a hágónak a tetején mennyi hóra számíthatunk, milyen havasak lesznek a fenyőfák. Ez itt a Bucsintető, ahol hát sajnos még panorámánk sincs, és csak köd van. Hát itt van fent egy-két sípálya. Egyébként ugye ez a hely arról nevezetes, hogy a görgényi havasokból semmi más nem ismernek az emberek, csak ezt. Meg arról ugye, hogy ezen a hágón keresztül, ezen a tetőn keresztül vezet az út, ugye Gyergyószent Miklósról Parajd fele, vagy fordítva. Hát a Bucsin tetőről ennyi. A Görgényi hegységbe találhatjuk.
kisfilmünk elkészítését támogatta az Erdélyi Túrák magazin, amit most kedvezménnyel megrendelhetsz a honlapunkon keresztül. Ha tetszett ez a filmünk is, és szereted Erdélyt, akkor kattints a YouTube csatornánkon itt a csatlakozás gombra, ahol különböző összegekkel támogathatod a munkánkat, hiszen mi Erdély gyönyörű tájait mutatjuk be nektek a filmjeinkben. Köszönjük szépen, Dóri és Péter, Erdélyi Túrák!